október 30-a van szombat, reggel 7 óra 6 perc, és felültünk a Bécsbe tartó vonatra. Itt van Kókuszkert. Találtuk, egy spontán ötlet volt, annyira nem spontán, mert két hetet terveztem el, de kitaláltuk, hogy elmegyünk egyet Bécsbe kirándulni, csak két napra. Most reggel megyünk Győrből vonattal, ott hagytam az autót, remélem nem fogják elvontatni. Otthonról felvezettem Győrbe kocsival, és innen megyünk vonattal. Ez a legegyszerűbb, meg a legolcsóbb megoldás. 1 óra 20 perc az út, 8:45-re már ott leszünk, és vasárnap este fogunk hazajönni, 10 órakor indul majd vissza a vonat. Úgyhogy tartsatok velünk ezen a kis kalandon. Megérkeztünk Bécsbe, itt van a Hauptbahnhof. Fú, imádom az ilyen nagyvárosi érzést. Nézzétek, mekkora óriási épület. Beugrottunk a Starbucksba, és nyilván egy pumpkin spice latte-t kellett választanom. Anya meg karamellás latte-t kért. Na, felkerekedünk és keresünk valami jó kis reggeliző helyet. Itt vagyunk a Hofburgnál, most be fogunk menni a Sisi Múzeumba, és utána elmegyünk egyet kocsikázni, méghozzá lovas kocsikázni, gyerekek. Gyönyörű ez a Bécs. Most jöttünk ki a Sisi Múzeumból. Nagyon érdekes volt. Egyébként elmondom nektek, hogy elkezdtem nézni a Downton Abbey-t, és egészen konkrétan most minden felelevenedett előttem. Itt vagyunk Vicicával, most megyünk az Apapica Bowls-ba kajálni, megebédelünk, egyébként 14:30-ban, és utána megyünk át a Mária Stinter Frasséra. Ez így túlzás ebben az időjárásban, miért vettem fel a sapkát? Na gyerekek, megérkeztünk a Mária Stinter Frasséra. Mária Hilfer. Mária Stinter Frasséra. Igen, videózok, te meg állj meg, hogy hadd menjek tovább is beszéljek magamban, nagyon ciki volt. Szóval gyerekek, megérkeztünk a híres Mária Stinter Frasséra. A Mária Hilfer Frasséra. Itt ebédeltünk az Apapica Bowls-ban, és most elindulunk felfele a legnagyobb shopping utcában. Bemegyünk a TK Maxx-be, lehet, hogy a Zarába, meg még ami nyitva lesz, mert már 3:30 van, és 6-ig vannak elvileg a boltok. Eddig hogy tetszik Bécs? Fantasztik! Fantasztik! Na, itt olyan boltok vannak, amiben nem tudok pénzt költeni, mert nincsen annyi. De ebbe fogunk menni egy-két szuper shopba. Na gyerekek, be kell vallanunk valamit anyával. Úgy megyünk, szép, mint két öreg asszony, annyira fáj a lábunk, mert mindketten
új cipőbe jöttünk, és egyikünk se törte még be a cipőt, úgyhogy nagyon fáj a lábam benne, de nem baj. Látjuk az alagút végét, itt van az U-bán, és megyünk a hotelbe. És még le kell lépcsőzni, gyerekek, maszkban. Figyeld, hogy megy. Jaj, de tényleg a végletekig húztuk, ameddig csak bírtuk, addig sétáltunk ma, de most már megyünk a hotelbe, egy kicsit pihenünk, aztán elmegyünk vacsorázni, de már nem messzire. Holnap folytatjuk. Nagyon szuper volt ez a nap egyébként, imádom Bécset, de hazaérünk és mesélek! Bandukolunk Bécs utcáin. Megjöttünk! Nem apróztam el, gyerekek, remélem nem csalódtatok bennem. Na, vízholyagos lábakkal, de megérkeztünk a hotelba végre. És mi másra is kezdhetném, mint egy jó kis szobatúrával, gyerekek. Ugyanis a Marriottban foglaltam szállást kettő dolog miatt. Az egyik az, hogy a belvárosban már nem nagyon volt elérhető hotel, a másik pedig az, hogy ez nagyon menő hely, úgyhogy itt akartam foglalni, és itt van a Duna partján. Na, de szóval itt van a fürdőszoba, egyből ahogy belépünk, óriási nagy zuhanyzó, itt van vicacica, kis coffee station, szekrénybe raktuk már kabátunkat, itt egy tükör, na, szóval itt van még egy tükör, és akkor itt van maga a szoba, óriási, nagyon kényelmes ágy, aj, de jó. És hát már sötét van, de itt van a kilátás, ami a belső udvarra néz. Semmi nem látszik. Na mindegy, igazából 37.000 forint volt a szoba, de az összes többi hotelban is kb. Ilyen áron volt. Ugye ez tűnt jó megoldásnak. Most már így, hogy itt vagyunk, hát foglalhattam volna máshova is, mert nagyon sokat kellett jönni. És igazából csak aludni jöttünk ide, reggel felkelünk, elmegyünk valahova reggelizni, és utána már megyünk is vissza a belvárosba, úgyhogy, és megint egy egész napos sétálás vár ránk a kényelmetlen bakancsainkban, de nem baj. Na, egyébként nagyon szuper volt ez a nap, képzeljétek el, hogy voltunk... Várja! Sírfettem! Várja! Voltunk egy pár helyen a belvárosban, olyan sok múzeumot nem tudtunk megnézni, hogy őszinte legyek, mert igazából így elvoltunk, elsétálgattunk, aztán hát rájöttünk, hogy nagyon közel van hozzánk Bécs, úgyhogy többször is ki lehet jönni, akár egy ilyen egynapos túrára is simán ki lehet jönni, nem anya? Eljövünk a reggel 7 órás vonattal, aztán este 10-esre meg visszamegyünk. Szerintem a jövőben lehet, hogy egy kicsit sűrűbben fogunk ide jönni, na mindegy. A lényeg az, hogy voltunk, hol is voltunk már, nem is tudom. Végigjártuk a belváros utcáit, nagyon-nagyon szép helyek vannak, ettünk precelt. Voltunk a Szent István katedrálisban, ott éppen főpróba volt az esti koncertre, és nagyon... Egyszer el akarok menni egy ilyen jó kis havasi koncertre. Aztán megnéztük a Sisi Múzeumot, ott ugye rengeteg ilyen uralkodónak, meg magasrangú családnak az étkészlete, meg az asztaldíszek, meg ilyen gyertyatartók, ilyesmik vannak kitéve, vagy mi a... Ez nagyon nem szedted össze, ez hiányzni újra szem. És még az apartmanokat is megnézhettük, ahol pedig ugye bemutatják, hogy hogyan élt Ferenc József, és hogyan élt Sisi. Egyébként nagyon érdekes volt, mert ugye mondtam, hogy pont most kezdtem el nézni a Downton Abbey-t, és az egyébként az 1900-as évek elején játszódik az a sorozat, 6 évada van, és sajnos most már 6. évadnál járok, de fú, nagyon-nagyon-nagyon megfogott, és ez pont egy ilyen arisztokrata családnak az életét mutatja be, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon tetszik, úgyhogy ezért így kicsit így megelevenedett előttem ez az egész dolog, amit így nézek a sorozatban, ha értitek. De mindegy, nagyon nem vagyok már összeszedve igazából, 4 óra
órakor keltünk, úgyhogy, ja, és hát nyilván éjfélkor feküdtünk lealudni. Aztán utána jött a kedvenc részem, de csak azért, mert a Győzike az egyik példaképem, őt a televízióból ismerhetjük, és én is mindig is ekkora színész akartam lenni fiatal koromban, és hát nyilván kijöttem Ausztriába, Bécsbe, az volt az első, hogy elmenjek a Mária Stimper Frasséra. Megint be fogom rakni a Győzikét. Szerinted beperelhet a Győzike? Hát attól függ, milyen ing van rajta. Zebra csikos vagy? Csak nem tudom. Győzikém, hogyha látod ezt a videót, akkor kérlek, ne perelj be. Na! A Mária Hill Felstrasszén egyébként nem vettünk semmit, pedig az volt az egyik intentionom, hogy veszek valamit, de nem volt kedvem vásárolni. Így nézelőttünk, meg beugrottunk egy-két üzletbe, a TK Maxx-be, az Urban Outfittersbe, meg ilyenekben, ami ugye nincsen otthon, de olyan tömeg volt, hogy nem volt kedvem nekiállni, próbálgatni meg ilyenek. Attól függetlenül nagyon jót sétáltunk, meg ott is kávéztunk, aztán hát így napközben rájöttünk, hogy vasárnap semmi nincsen nyitva a Bécsbe, mármint, hogy semmilyen üzlet, úgyhogy ezért siettünk oda a Mária Hilfestrasszéra. Holnap pedig megnézzünk még egy-két múzeumot, ami belefér az időbe, meg amit így éppen találunk, meg akarunk egy kicsit sétalovacskázni, és aztán, ja, meglátjuk, még kajálunk, meg ilyenek, és akkor este 3-4-10-kor megy vissza a vonat Győrbe, remélem, hogy meg lesz még az autóm, mert nem vettem parkoljegyet, de az volt odaírva, hogy csak 1800 forint a pódi, úgyhogy jobban jártam. Most elmegyünk valahova vacsizni, aztán holnap folytatjuk a vlogot. Mip-mip! Na, felraktam egy jó kis maszkot, megfürödtünk, elmentünk kajáért, mert nincsen már nyitva semmi. Egy darab hely volt nyitva, a Burgers Bar, és ott viszont nem volt szabad asztal, úgyhogy elhoztuk. Nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora óriási adag lesz, de ez a mai vacsora. Ezt a keszadiát rendeltem, van benne bacon, csirke, marha, ragú, cheddársajt, jalapeno. Ide raktak egy csomó szószt mellé, úristen, guacamole, salsa szósz, mindenféle szósz. És itt van anyának a csodaszép japán hamburgere, japán marhahús van benne, cheddar, jalapeno, rukkola, bacon, sült hagyma, fú, nagyon jól néz ki, nagyon itt vágyat. Day 2. Ma még nem is vlogoltam, de már itt vagyunk egy 3 órája megint a belvárosban. Délig el voltunk a hotelban, mert igazából ugye nagyon fájt a lábunk. Most itt sétálgatunk. Ettünk már jó kis bratwurstos hotdogot, és bementünk a Time Travel Múzeumba, ahol VR szemüvegen elvittek minket egy jó kis hajó túrára Sissivel, egy 15 perces, ezt mindenképpen ajánlom nektek, mert szerintem marha jó program. Most sétálgatunk egyet, aztán elmegyünk, iszunk valahol egy üdítőt, egy kávét. Fú, de szép, oda nézzetek. Majd egy gyönyörű. Aztán utána végre elmegyünk egy lovacskás túrára, és a délután az óriás keréken fogjuk zárni. Anyát nem is kellett rábeszélni, mert egyébként ilyen zárt kabinok vannak, úgyhogy reméljük nem fog beütni a tériszonya. Folytassuk a napot. Ő ez alatt át akar menni. Mi lenne, ha itt csinálnék rólad egy jó képet? A Sissinek az egyik nagyon nagy hobbija, képzeljétek el, az a sport volt. Imádott sportolni, minden reggel úgy indította a napot, és mellette nagyon szeretett lovagolni, és az is kiderült, hogy az ő idejében, képzeljétek el, ő volt Európa legjobb lovasa. Meg fogom menni a Sissikát, és el fogom is. Én meg a filmet akarom megnézni, mert van egy csomó Sissi film. Na, egyébként nagyon ajánlom nektek Bécset. Annyi, hogy én Sputnikkal vagyok beoltva, és itt azt ugye nem fogadják el Ausztriában. A múzeumban betrükköztem, mert egyébként nem olvastam a csaj, hogy milyen oltásom volt. Most pont megint itt sétálunk, ez az Sissi's Amazing Journey. Viszont én csináltattam egy antigén tesztet is, ami 48 óráig érvényes, tehát tegnap még azzal mentem be a helyekre, úgyhogy ha jöttök és nincs oltásotok, vagy nektek is ilyen oltásotok van, akkor mindenképpen csináltassatok egy antigént vagy egy PCR-t, és úgy tudtok bemenni. Nem minden helyen kérik el, ilyen beülős helyeken, de jobb biztosra menni, meg hát ugye nyilván a vonatra is. Bár a vonaton se kérték el, a vonaton nem is nézte meg a csávó csak a jegyemet. Na mindegy, sétáljunk tovább. Jól érzed magad? Igen, nagyon. Jaj, tegnap lime-oztunk, vagy mi volt ez a link, de én most próbáltam ki először ezt az elektromos rollert, és venni akarok egyet. Jó, hát nyilván Tiszaújvárosban nem sok értelme van, de majd egyszer, ha városba költözök, akkor ide nézzetek.
Milyen csodálatos. Imádom ezt a látványt. Ja, és egy dolgot ne felejtsetek el, mert én elfelejtettem. Vasárnap minden üzlet zárva van Bécsben, meg egész Ausztriában ugye. Úgyhogy csak múzeumokba tudtok menni, meg étterembe, kávézóba, de ilyen kis üzletekbe vásárolni nem. Gyerekek, felültünk a lovaskocsira, itt vagyunk, betakarózva. A 20 perces túra az 55 euró, a 40 perces túrát választottuk, az 95 euró, és van még 120 perces, az megnézi az összes híres épületet. Itt is látni fogunk egy pár épületet, de most ezt a közepes túrát választottuk. Jaj, nagyon jó! Én gyerekek, esküszöm, soha nem ültem még lovaskocsin. Nagyon jó, én sem. Na, egy falusi lány. Ja. From Hungary. Ah, we are from Hungary. You are from Hungary. Yeah. Na, véget ért a móka mára. Fenn voltunk az óriás. Fenn voltunk az óriás keréken. Nagyon szuper volt. Nappal lehet, hogy nekem jobban tetszett volna, de így is nagy élmény volt ilyen magasból látni a várost. Egyébként 69,5 méter, vagy valami ilyesmi magas ez az óriás kerék. És az 1800-as évek végén építették, képzeljétek el. Most visszamegyünk a Stephansplatzra. Ott eszünk valami kis vacsorát, és indulunk is a vonatra. Úgyhogy lezárom ezt a videót. Remélem, hogy tetszett nektek, és megjött a kedvetek ahhoz, hogy ti is kilátogassatok Bécsbe. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő vlogban. Sziasztok! Hello!